Idén tavasszal ismét megmérettetnek a természetfilmek a Nemzetközi Természetfilmfesztiválon Gödöllőn. Az eseményre ezúttal két szekciót hirdettek meg, a nemzetközi filmszemlét, valamint a kifejezetten a Kárpát-medence természeti, illetve kulturális értékeit bemutató filmek szemléjét. A szervezők bíznak abban, hogy 2016-ban minél több tehetséges alkotó munkáját tudják a közönséggel megismertetni, és ezzel együtt felhívni a figyelmet a bolygónk védelmére. A fesztivál programjához kapcsolódóan idén a fiatalabb korosztályt is megszólítják két pályázattal. Hagyományt szeretnénk teremteni ezzel a fesztivállal, nem csak a nemzetközi alkotók számára, de a régió számára is. Két irányból közelítjük ezt meg. Az egyik ugye a Jamboree maga az esemény, mint hagyományteremtés, a másik pedig a fiatal alkotóknak, a térség alkotójának az aktivizálása, mind a film terén, mind pedig a fotó terén. És pont ezért idén két versenyt hirdettük meg az iskolások számára, a 10-től a 14 éves korosztályig, és a 15-től a 18 éves korosztályig. Ez egy filmverseny, a másik pedig egy fotóverseny. A filmversenynek a címe az a Kresszemetej. Szeretnénk, hogyha a gyerekeknek elindulna a fantáziája, a humora, és megpróbálnák megfogalmazni a fényképezőgépükkel, a filmfelvevőgépükkel azt, hogy a felnőttek hogy szemetelnek, hogy néz ki a környezetünk, a városunk, hogy néznek ki az erdeink, az erdei útjaink, és ezt úgy beletolnák a felnőtteknek a képébe. Ebben mi is segítünk, hiszen a díjnyertes filmek azok a fesztiválon levetítésre kerülnek, a gálán külön díjakat adunk át a fiataloknak, és kérem, hogy nézzék meg ezt a felhívást, mert nem csak maga a kihívás szerintem nagyon érdekes, hanem nagyon magas díjakat tudunk odaadni a fiataloknak, természetesen vásárlási utalvánnyal, de mind az egy gyerekeknek, mind pedig csapatoknak külön díjaink vannak. A www.gödöllőfilmfest.com, ugye ez a fesztiválnak a weblapja, ezen találnak egy linket rögtön a nyitó oldalon, a Kresszemetej felhívás, minden információja ott van. Ezen kívül az egész régióban, Dunakeszitől, Pécelig, Fót, Aszód plakátokat helyeztünk ki, az iskolákba eljuttattuk a plakátokat, tehát ott minden információt megtalálnak. A fotópályázatot, amelyiknek ugye a fény és a víz a témája, az pedig a Líceumon keresztül hirdettük meg, tehát a Gödöllői Református Líceumnak a weblapján minden információt megtalálnak. Ma Európában 5-6 olyan rendezvény van, ami célzottan a természetfilmek ismeretterjesztő filmek fesztiválja. A Gödöllői Fesztivál elindításakor a szervezőknek az volt a célja, hogy nemzetközi szinten teret adjanak azoknak a tehetséges alkotóknak, akik műveiken keresztül képesek megmutatni földünk, környezetünk érzékenységét. 2015-ben 42 országból 424 film érkezett Gödöllőre. A rendezvény életre hívásánál az is fontos szempont volt, hogy a filmek üzenete valóban eljuthasson a célközönséghez, ezért a filmszemlék mellé más programokat is szerveztek, melyek 2015-ben közel 7000 látogatót vonzottak a Gödöllői Filmfesztiválra. A szervezők remélik, hogy a rendezvény népszerűsége idén még tovább növekszik majd. Magyarország tradicionálisan is nagyon jó alkotókat ad a piacnak a természetfilmezés területén, és ez a hagyomány ez megvolt, tehát a filmfesztivál, egy kis filmfesztivál volt Pusztaszeren több éven keresztül, ez a Kárpát-medencei magyar alkotóknak szólt, de maguk az alkotók, maguk a piac kívánta, hogy ezek a termékek, a filmek kijussanak a nemzetközi közönség elé, megmérettedjenek, maguk az alkotók kerestek meg, tehát nem mi civilek vagyunk, nem vagyok filmes, én magam se, maguk az alkotók kerestek meg minket, hogy szeretnének egy nemzetközi természetfilmfesztivált csinálni, és Gödöllő az ugye egy nagyon köthető a természetfilmezéshez, hiszen a MA Filmnak a természetfilm stúdió az itt volt Gödöllőn, úgyhogy mindentől kezdve ez egy fontos dolog számukra, van üzenete, és maga Gödöllő pedig egy nagyon jó fesztiválváros, tehát ezt az adottságát szerintem érdemes kihasználni, főleg ilyen cél mellett. A film a fő üzenet, a film a hívó szó, hogy jöjjenek az emberek filmet nézni, de mi mellé rakunk egy olyan rendezvény sorozatot, ugye ingyenesen ráadásul, ami megszólítja a közönséget. Nem az alkotóknak készül egy fesztivál, ezzel nem akarok degradálni, de sok helyen maga a közönség az a második, tehát a szakma számára rendeznek fesztivált. Mi is
a szakma számára, de kiemelten a közönség számára. Tehát a szakmai napot meg fogjuk tartani, meg lesz a gála, megmérettetődnek a filmek, de mellette a rendezvények 80%-a az mind a közönségnek szól, a közönséget szeretné becsalogatni, a közönséghez eljuttatni ezeket a filmeket, és egy olyan hétvégi programot ajánlani, ahol megérinthető őket a filmeknek az üzenete, ez a fontos számunkra. És ezzel mások is vagyunk, mint egy klasszikus filmfesztivál. 2016-ban a Nemzetközi Természetfilmfesztivál kiemelt témája a víz és a vizes élőhelyek védelme. A jelentkezők nem csak professzionális filmkészítők lehetnek, a versenykiírásra bárki pályázhat. A gála során 9 szekciódíj és 5 kiemelt díj kerül majd átadásra. A rendezvény fővédnöke ebben az évben is Áder János, Magyarország köztársasági elnöke lesz. Vannak kiemelt intézményeink, mint a Földművelésügyi Minisztérium, vagy a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Intézet, tehát maguk azok az intézmények, akik ezekért az értékekért, vagy ezekért a természetvédelmi területeinkért felelősek, ők maguknak érzik ugye a fesztivált, őtőlük kapunk, akkor ugyanígy a mecenatúra, aki díjakat ajánl föl, tehát nagyon sok kis helyről, az Emberi Erőforrás Minisztérium, ami ugyancsak díjakat ajánl föl, tehát sok helyről, kis pénzekből rakjuk össze. Nem mondom azt, hogy jelen pillanatban már 10 évre előre látom, hogy honnan lesz ennek a finanszírozása, de úgy érzem, hogy mint az intézmények, mint pedig az emberek számára fontos az üzenet, és mindig lesz annyi szponzor, mert ugye őket se felejtsük el, akik pedig általában non-profit szervezetek, vagy pedig olyan civil szervezetek, amelyikek számára ez az üzenet fontos, tehát Madártani Egyesület, WWF, és még sorolhatnám, hisz rengeteg megtalálhatók a honlapunkon, és itt is köszönöm a segítségüket. A fesztivál minden rendezvénye ingyenes, és ezt meg is szeretnénk tartani. Látjuk, hogy az üzenetek eljuttatásához erre szükség van. Ezek fontos dolgok, jöjjön mindenki, ingyenes lesz az egész rendezvény. A 2016. május 18-a és 22-e között megrendezésre kerülő Gödöllői Nemzetközi Természetfilmfesztiválra a szervezők február 29-éig várják az alkotásokat, mind a nemzetközi, mind a Kárpát-medencei filmszemle szekcióira, valamint a Kreszemetei diákfilmversenyre is. A fény- és vízfotópályázat nevezése március 15-én zárul. A jelentkezéssel kapcsolatban bővebb információk a fesztivál hivatalos weboldalán találhatók. Van egy olyan kategória, ami ugye a főzsűri előkerül filmeket jelenti, ami bekerül ugye a fesztiválnak a katalógusába. Úgy illik, hogy ezeket a filmeket mind vetítsük le. Mi elkövettük azt a hibát az első fesztiválon, hogy azt mondtuk, hogy nem vetítünk le minden filmet, hiszen a szakmában megmérettetett. Mi a közönség filmeket vetítjük, lehet, hogy lesz olyan film, amit többször is levetítettünk. Ez jó irány, de emellett meg kell tartani azt is, hogy a szakma, az alkotó, akinek a filmje bekerült a katalógusba, az levetítésre kerüljön. Ezért is a mostani fesztiválunk nem 3 napos lesz, hanem ugye, ahogy említettem, május 18-tól 22-ig, tehát igenis minden olyan filmet, amit a szakma arra ítélt meg, hogy bekerüljön a katalógusba, és a végső fázisban megmérettetődjön, az levetítésre kerül, az benn lesz a vetítési programba, akit az érdekel, az megnézheti. De szombaton és vasárnap lesznek nagy filmek versenyen kívül, amit kapunk nemzetközi stúdióktól, nagy természetfilmek, és lehet, hogy lesz olyan versenyfilm, amit több helyszínen többször is le fogunk vetíteni, hiszen itt már a közönség felé szeretnénk üzeneteket közvetíteni. A vendégek 4 helyen nézhetnek filmeket, a Lovardában, ami egy 400 fős vetítési helyszínnél lesz alakítva, könyvtárban, műfázban, a 3D vetítéseket a moziban tartjuk, és ezt pedig szabad téren, a Gödöllői Alsó Parkban, a Jamboree helyszínén lesz LED-falas kivetítés és koncertek. Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel, információt folyamatosan a www.gödöllőfilmfest.com oldalon találnak, és hát találkozzunk májusban. Várunk szeretettel mindenkit, és szurkoljunk a fiataloknak, hogy jó filmeket készítsenek.